Jó minőségű a vasúti átvezető Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán. Ezen akár platós járművel is lendületesen át lehet menni. A felső határként megtanult 30, illetve 40 km/órás sebességkorlátozást 2010-ben eltörölték. Jelenleg a mindenkire kötelező értékeken belül a járművezető önállóan választja meg, hogy mennyivel halad. A szabály a minimális sebességhatárt rögzíti. A maximális sebesség az úgy van, hogy attól függően, hogy hol haladunk. Lakotelten belül, akkor ugye az 50 km, lakotelten kívül egyéb úton 90 km, a maximált megengedett sebesség. Egy sebességtartományt még előír a KRESZ, legalább 5 kilométeres sebességgel kell áthaladni a vasúti átjáróban, megállás nélkül. Tehát a vasúti átjáróban ne gyakoroljuk azt a sajnos rossz szokást, mint a jelzőlámpás kereszteződésekben találkozhatunk a városban, hogy annak ellenére, hogy zöld a jelzés, behajtanak, bár látható, hogy nem tudja elhagyni a kereszteződést, ezzel lezárják a kereszteződést, nem tudnak más irányból sem áthaladni. Én azt javaslom, hogy a vasúti átjáróban ezzel ne próbálkozzanak, mert a vonat nem áll meg. Még a megkülönböztető jelzéssel érkezőknek sem. Ezért a biztonsági berendezések, mint a fényjelző készülék és a sorompó jelzése, a mentőre és a tűzoltóra is érvényes, ezeket nekik is figyelembe kell venni. Annyira szigorúan veszi a KRESZ a piros jelzésen való behajtást vagy áthaladást, hogy a megkülönböztető jelzést használó járművek, mint rendőrség, mentő, tűzoltóság sem hajthat be. Nekik is meg kell várni addig, amíg átvált a fényjelzőberendezés fehér villogófényre, majd ezt követően áthaladhatnak a kereszteződésben. Még egy fontos dolog, ebben az esetben a megkülönböztető jelzésnél találkozhatunk azzal a közlekedési formával, hogy ezen járművek előre mennek a sorompóig, fölzárkóznak egészen a kocsisor elejére, ezzel ugye biztosítva, hogy hamarabb át tudjanak haladni a vasúti átjáróban, ilyenkor a közúton haladók kötelességük elsőbséget biztosítani. Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad. A KRESZ azt is előírja, hogy vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni. Sőt, vannak olyan szabályok is, amelyeket ugyan a KRESZ nem rögzít írásban, de a biztonság szempontjából érdemes betartani. A sineken áthaladásnál nem váltunk sebességi fokozatot. Előtte az átjáró megközelítésekor fölveszük azt a megfelelő sebességet, kapcsoljuk azt a megfelelő sebességi fokozatot, amivel áthaladhatunk a vasúti átjáróban, és csak a gázpedálon a lábunk, nem nyomogatjuk a kuplungot, nem váltogatunk, mert bármilyen műszaki probléma történik, a kocsi, az autó, vagy ha nagyobb testű járműről beszélek, ott marad a sinek fölött, mert a váltója, a kuplungja elromlott, azt nem fogja tudni letolni a következő vonatig. Aki a KRESZ által előírt szabályokat megszegi, szeptembertől komoly büntetésre számíthat. A szabálytalan áthaladást és a megengedett legnagyobb sebesség túllépését akár 390 000 forintos közigazgatási bírsággal is sújthatják. Az elmúlt 15 évben történt halálos kimenetelű baleseteket minden esetben a közút használó figyelmetlensége vagy a KRESZ szabályok megszegése okozta, áll a MÁV ZRT közleményében. Az idei baleseti statisztikai adatok azt mutatják, hogy tavalyhoz képest körültekintőbbek és szabálykövetőbbek az autósok a vasúti átjárók közelében. 2023-ban vasúti átjáróban eddig 31 baleset volt, egy ember meghalt és ketten súlyosan megsérültek. Tavaly ugyanebben az időszakban 54 vasúti átjárós baleset történt, ebből 9 volt halálos, 19 áldozattal és 6 végződött súlyos sérüléssel.